Hello, szevasztok! Köszöntünk benneteket! Ez itt a Restart Extra élőben. Immáron újonnan a stúdióból, vagy újból a stúdióból, és itt van mellettem Dani, végre nem egyedül vagyok. És természetesen a műsor állandó házigazdája, mindig így mutatlak be, Vendi itt ül a bal oldalamon. Én lennék, szevasztok, köszöntünk benneteket, tehát még egyszer, az elkövetkezendő másfél órában, nagyjából másfél órában, Restart Extra, azaz összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit nagyjából, illetve kicsikét bővebben is beszélgetünk egy-egy érdekes témáról, ami úgy nagyjából a héten történt, meg persze egyéb más informatikai aktualitásokról is. Szeretnénk, hogyha ti is bekapcsolódnátok a műsorba, vannak elérhetőségek. Így van, itt látjátok a képernyő alján, vagy az alsó részén azokat az elérhetőségeinket, ahol hozzá tudtok szólni a témáinkhoz, és egyébként én bíztatok mindenkit, hogy tegyétek is. Így van. Mert lesz olyan témánk egyébként, amiben kíváncsi lennék a véleményetekre. Így van, beköszöntöm a Twitch-re meg a Facebook-ra, mert hogy ott is nézhető az adásunk élőbe, és ott is lehet, sőt, hát ott kommenteljetek főleg, de természetesen várjuk a telefonokat, illetve a Skype hívásokat is, már indítom is a Skype-ot, ilyenkor ugye az egész műsor alatt él, tehát bátran hozzá tudtok szólni. Kérdezhettek is, hogyha esetleg valamilyen olyan kérdésetek van, ami informatikával kapcsolatos, és elakadtatok volna, vagy valami, akkor igyekszünk ezeket megoldani, de természetesen hozzá is szólhattok azokhoz a témákhoz, amikről mi itt most beszélgetni fogunk az elkövetkezendő órában, illetve órákban, vagy másfél órában. No, hát... És rögtön az első egyébként, amit szeretnék felhozni, mert egyre többet látom, amikor megjelent ez a hír egyébként, amit most megpróbálok megnyitni, csak hát Isten malmai, lassan őrölnek az én laptopomon. Csak legyen vége a műsornak, és megoldjuk. Jó. Mert szóval hogy tök vicces, hogy egy informatikai műsorban vagyunk, de nem az informatikai műsorban fogjuk megoldni a problémádat, mert az a baj, hogy igazából, bár egyébként sokan kíváncsiak lennének rá biztosan. Hogy lehet neked újra telepíteni? Az egy dolog, hogy újra telepíteni, de mondjuk hardveresen kicsit felupgrade-elni, mert ugye hát igen. Neked is mi a baj ezzel a Mac-kel? Hát az, hogy régi. Ugye, tehát nem az a baj, hogy Mac, mert az önmagában még akár jó is lehet. Meg hát nagyon sokáig jó is volt. Meg egyébként, hogyha így magához tér, akkor jó most hát is. Csak öreg, sokáig tart, amíg magához tér. Az aksia kicsit, nem tudom, valószínűleg hát az aksia már annyira nem jó. Igen. Meg ugye mondjuk a vinyót lehet, hogy egy SSD-re kicseréljük, meg akkor hát amit majd megteszünk, akkor onnantól kezdve tök jó lesz. Tudod, hány éves lassan ez a gép? Ez már lassan ennyi. Na, úgyhogy jó van. Nem baj, jó az még, hidd el. És egyébként semmi baja nincsen a mai napig, tudom, hogyha így magához tér, akkor tök jó, meg egyébként viszonylag gyors, csak amíg magához tér, az, ahhoz kell egy kis türelem, hogy azt megvárjuk. Na minden esetre egyébként, amikor szembe jött velem, hogy visszatérjek ahhoz, amit egyébként mondani szerettem volna, szembe jött velem ez a hír, akkor én hát láttam egy-két ilyen képet a neten megosztva, meg mit Milyen tudom én, az? Instagramon, stb. De nem... Például erre? Nem, igen, például erre. Igen. Tehát Vendi nem, papa! Nem éreztem én ezt ennyire tömegesnek, mint ahogy egyébként ez a cikk, amit én elolvastam, és ami egyébként itt van előttem is, ez beállítja. És hát a Face App-ról van, vagy hát a Face App. Face App-ról van Face szó. App. Amivel gyakorlatilag, aminek most gyakorlatilag megint egy nagy divatja lett, hogy a saját arcképeidet fel lehet tölteni, és akkor ez öregít. Valaki azt mondta, hogy úgy nézek, mint a Besenyei Ferenc. Hát egy kicsit, igen. Szerintem a bal oldal is rossz. Vagyis a bal oldal is már öreg, úgyhogy tök mindegy. Igen, csak hogy, mert hogy egyébként tehát nekünk ez a bal oldal és az a jobb. Hát úgy értek. De szemből ez fordítva van. Hát de szemből van bal oldal, Dani, ne mondjad már, most itt van előttünk. Nekem jobb oldalon van a régi. Látják. Ja, hogy neked igen, de úgy egyébként a képernyőn, és ne adj be. Na, ennyit a médiásokról, mi? Jó van. Hát, hogy így. Jó van. Jó. Na, mert hogy egyébként igen, ez a FaceApp nevű történet, ez egy nagyon szép és csodálatos alkalmazás. Na igen, tehát igen, ez egy tök jó dolog, mert vagy hát nem tudom mennyire jó, vagy mennyire nem jó, én egyébként nem próbáltam ki, engem valahogy nem mozgat meg, hogy fogok kinézni 10-20-50 Nem csak azt lehet vele, meg lehet nézni, hogy néztél ki elvileg 10 évvel ezelőtt, olyat is lehet. És hát, többé-kevésbé hasonlít. Hát jó. Tehát eltalálja jó. Az applikáció. Jó. Mi a bajod vele, Dani? Mesélj! Az a bajom vele, és egyébként ez meg is jelent sok helyen, hogy a
felhasználói feltételekben gyakorlatilag, hogyha mi ezt bepipáljuk vagy elfogadjuk, akkor korlátlan felhasználást adunk az app fejlesztőinek a mi képeinkhez. Tehát amit mi feltöltünk oda a képet és amit mi használunk, azt ők mindenféle szívfájdalom, korlátozás és egyébként kötelező jellegű ellenszolgáltatás nélkül továbbadhatják lényegében bárkinek. Hát adja. Jó, de ez adatvédelmileg azért nem, egy picit aggályos. Ez abból a szempontból, inkább nézed. Az a része aggályos, hogyha ugye engedélyt adsz az applikációnak arra, hogy hozzáférjen a fotóidhoz, tehát a telefonon tárolt fotókhoz, mert ugye abból az albumból vagy galériából persze, különben nem tudsz feltölteni. Gyakorlatilag így képet. Van, akkor onnantól kezdve az a galéria, az onnantól kezdve föltöltődik. Tehát nem csak az az egy kép, amit te használsz. Ja, ezt nem tudom mondom, mert én nem próbáltam ki, tehát nem tudom, hogy hogy működik. Szépen feltölteni a telefonodban lévő fotókat a FaceApp-nek hát a szerverére, ami igazából a Google meg az Amazon szerverét használják. És hát ugye itt ez azért aggályos valamilyen szinten, egy, hogy miért tölti fel az összes fotót, miért tölti fel azokat a fotókat is, amiket egyébként nem is akarsz manipulálni, még véletlenül sem. A másik, meg hogy ugye, hát orosz fejlesztőkről beszélünk, és azért valljuk be őszintén, nem akarok itt ilyen ruszofób lenni, bőven elég, ha Amerika ruszofób, de gyakorlatilag azért tudjuk, hogy az oroszok már a space-ban vannak, tehát hogy innentől kezdve gyakorlatilag ki tudja, mit csinálnak azokkal a fotókkal. Na de most őszintén, tehát ha jól belegondolunk, mert persze ne töltsék föl, ne használják föl, stb. Ugye mindig ezek az adatvédelmi kérdések, ezek alapvetően az embert elbizonytalanítják, meg ugye természetesen, hogy úgy mondjam, tehát hogy az a lényeg, hogy nem szabad, nem kellene ilyet csinálni, de ha belegondolunk, akkor igazából mit kezd vele? Tehát most mit kezd az én öreg fotóm? Mondom neked például, eladja egy reklám cégnek. Hát adja! Várjál, és mit tudom én, 5 év múlva mész a Könyves Kálmán körúton, és az egyik óriás plakáton ott virít a te 5 évvel ezelőtt elkészített öregkori fotód. Tehát stock fotót csinálnak belőle. De hát most figyelj, én azért nem aggódok, persze mindenki aggódhat emiatt, meg akár még én is, de én azért nem aggódhatok, mert mint közszereplő úgymond, amúgy is a képernyőn van a fejem, most is bárki kifotózhatja és csinálhat vele valamit. Az egy más kérdés, hogy eladhatja-e az én beleegyezésem nélkül az én fotómat, az azért nem valószínű, de ugyanígy az applikáció fejlesztő is sem ott van. Mert te erre felhatalmazod őket, amikor elfogadod a felhasználási feltételeket. Hmm. Pont ez benne a furcsa vagy a visszás. Hát, jó, használják egyébként. Hát jó, csak azért ez... Inkább az a bajos, hogyha föltölt olyan fotókat, amik az albumban vannak. Tehát, hogy mit tudom, én például most mondok egy példát, szoktam úgy telepíteni, hogy lefotózom a licensz kulcsot. Mondjuk a laptop alján van egy licensz kulcs, és akkor, hogy ne kéne állnom forgatni a laptopot, miközben be kéne írnom a licensz kulcs, hogy leszoktam fotózni, és akkor a telefonomból a fotóról írom a licensz kulcsot. És persze azt letörlöm, hogy ne legyen ott egyébként se, de mondjuk mit tudom én, ha esetleg elfelejtem letörölni, akkor ő most feltölti egy szerverre, és ki tudja, akik férhetnek hozzá az én... vagy lehet, hogy nem is az én licenszemhez, csak mint üzemeltető, én föltelepítek valakinek valamit, és akkor gyakorlatilag így onnantól kezdve így... ez már adatszivárgás, meg adatlopás innentől kezdve. Abszolút. Vagy valaki, nehogy Isten, valami intim fotót csinál magáról, és akkor ezeket is így küldözgeti. Igen, tehát nem tudom, ti mit gondoltok erről egyébként, ki az, aki, vagy közületek, akik ezt kipróbálta, ki az, akit így egyáltalán... Figyelj, maga az ötlet jó kufát, most lehet röhögni rajta. Engem annyira nem izgat fel ez a történet. Mindenki kíváncsi arra, hogy hogy fog kinézni, mit tudom én, 20 év múlva, vagy akár, ha valaki idősebb, akkor meg hogy... Vajon eltalálja az applikáció, hogy nézett ki fiatalabbon, mert hogy fiatalítani is lehet vele, nem csak öregíteni. Sőt, lehet vele azt mondani, csinálni, hogy fiúból lányt, lányból fiút, mindenféle variációkat lehet egyébként benne csinálni. Tehát, hogy nem csak az öregítés, csak ugye ezt ragadja ki mindenki, hogy na, hogy fog kinézni 50 év múlva? Vagy mit tenni, ki hogy mer, bár én így ránézésre igen, 50 év múlva, 90 évesen így fogok kinézni.
Na, úgyhogy hát igen, kétségtelenül aggodalomra adhat okot. Olyan szinten egyébként, igen, egyébként bocsánat, hogy már... a szabadba vágok, csak Györgynek jött most egy hozzászólása ebben a másodpercben, írja, hogy ugye nem biztos, hogy az öregkori fotót használják fel, az csak elterelés, mert a rendes képeket is, ugye, amiről te is beszéltél, ugye azokat is megkapják a, megkapják persze, a szerverek. Az alapján dolgozza fel. És mondjuk például hirdetésben viszont látod magad, de nem mindegy, hogy milyen hirdetésben. Uh-huh. Tehát itt például valami terror ellenes hirdetés, amin éppen te vagy a terrorista. Hát igen. Na, jó, de onnantól kezdve én perelhetek, tehát azért személyiségi jogok még nem mindig léteznek. Hogy nem perelhetsz, nem perelhetsz, mert elfogadtad a felhasználói az feltételeket, dolog, amiben te erre meg felhatalmaztad a céget. Nem erre hatalmaztam fel a céget. Tehát ez így nincs benne a felhasználói feltételekben, hogy ők azt felhasználhatják valamihez. Tehát ez így nincs benne. Hát az van benne, és ahhoz kell hozzájárulni igazából. Ez jogi értelmezés kérdése. Na de ugye az a kérdés, hogy ugye arra kell, hogy felhatalmazást kérjenek, hogy ugye ez nem a telefonon történik ezeknek a fotóknak az átdolgozása, hanem feltölti egy szerverre, és a szerver küldi vissza az átmanipulált fotót. És innentől kezdve gyakorlatilag azért kell engedélyt kérni, hogy tudja az ember, hogy ezek a fotók feltöltődnek erre a szerverre, ebből a célból. Nem abból a célból, hogy azt harmadik félnek ők eladhatják. Itt van, kérlek szépen, most olvasok neked a felhasználói feltételeiből ennek a az alkalmazásnak, hogy a FaceApp szervén a képeink új életre kelhetnek, a felhasználói szerződés minden jogot megad rá az app működtetőjének, a feltöltött fényképeinket bármikor, visszavonhatatlanul, világszerte, az eredeti változatban vagy módosítva felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják bármilyen név alatt, minden média formátumban és csatornán, és ezért egy büdös vasat sem kérhetünk. Ezt mutasd meg a felhasználói feltételekben, tehát az tök jó, az Index ezt így leírta, én is le tudok ilyeneket írni. Meg gyártatok konteókat, hol van ez így benne a felhasználói feltételekben? Ha nincs ez így benne, akkor az már most nem állta meg a helyét jogilag egyébként, bár nem akarok jogászt játszani. Meg ne felejtsük el, hogy ha még ez így is lenne, is, ha én nekem személyiségi jogaim sérülnek az imént említett példáddal kapcsolatban, hogy meglátom magamat egy fotón, amin én nem vagyok, nem jó pozícióban vagyok fönt mondjuk, vagy valami olyan dolgot csinálok, ami miatt én ezen felháborodhatok, akkor én azért perelhetek amúgy is. Hát erre amúgy is van példa. Tehát, hogy érted, a személyiségi jogok azért még mindig előbbre valók, mint ezek a felhasználói feltételek. Tehát, hogy utólag is lehet ebből. Az egy más kérdés, hogy hogy perelsz be egy, lehet, hogy jövő hétre már nincs is ez a cég, azt se tudod, hogy kit kell perelni, orosz fejlesztőket perelsz be, akik a Google-ön tárolják, tehát hogy igazából, hogy kit perelsz? Tehát ez is egy jó kérdés. Igen. Hát azt, aki felhasználja, azt lehet perelni. Tehát, hogyha meglátom az óriás plakátom magamat, akkor annak, hogy az utána lehet menni, hogy kirendelte meg azt az óriás plakátot, és így tovább, na azt lehet perelni. Hm. Tehát, hogy ennyi. De tény, hogy van alapja, csak szerintem ez is egy picit túl van tolva. Nem feltétlenül biztos, hogy... Mert hogy ők egyébként lenyilatkozták, tehát megkérdezték az illetékeseket, és ők megmondták, hogy természetesen ezeket a fotókat törlik, miután megcsinálták a manipulációt. És ez hol van benne a leírásban? Hát a leírásban nincs benne, tehát de a leírásban az sincs benne, hogy ezt ők harmadik félnek továbbadják. Tehát jó, az nincs benne. És mit feltételez egy kereskedelmi alapon működő... De ez nem kereskedelmi alapon működő, vagyis hát a francia tudja, hogy mi pláne, hogy ingyenes az alkalmazás, tehát semmi nincs ingyen, mint tudjuk. Igen, lehet ebbe valami, de ez megint egy olyan dolog, hogy én nem gondolnám, hogy ebből olyan nagyon nagy probléma lehet. Itt inkább nagyobb a füstje, mint a lángja megint. Én ezt gondolom, de persze nem muszáj velem egyetérteni. Akinek ilyen aggályai vannak, legyen igazad egyébként, én nem azt mondom, legyen igazad. Én megint ezt mondom. Én nem azért nem próbálom ki, mert mondjuk attól félek, hogy úristen az én képeimet majd valahova feltöltik. Nem akarod magadat öregen látni. Ez pontosan így van. Ez egész egyszerűen így. Ez... Jó, hát. Ez így ebben a formában így van. Mondjuk pontosan. Így én se. Na, tehát, remélem azért nem leszek egy ilyen, na, ugye. Ilyen öreg. Vagyis hát lehetek akár ilyen öreg, nem erről van szó, csak ne így nézzek ki. Hát figyelj, van az a ráncfelvarrás, tudod? Van, persze. Ez a plasztikai műtét. Jó, rendben. Na milyen hozzászólások vannak? Aggódnak a kedves nézők? Dani, mit keresel a Jenő helyén? Igen, hát, mert a Jenőnek még értem, hogy valamikor majd bejöhet. Hát gyere! De hát ez nem most lesz Jenő, majd. Majd. Hát
figyelj, most én csak akkor jövök, amikor ugye tudok, ez sajnos ritkábban fordul elő, mint szeretném, de ettől függetlenül bármikor, amikor én vagy más nem ér rá, szívesen látunk, úgyhogy igen, ezt a vendével majd lekommunikáljátok. Igen, csak ez nem mindig ilyen egyszerű, ezt már megbeszéltük. Igen, aztán Bökénynek volt ez a kérdése, amit már éppen ellenőrzöl is, hogy nem megy a SD stream az oldalunkon, és hogy miért nem megy, hát... Miért? A mi érteket nem szeretem. Ha mert nem megy, mert elromlott, majd mindjárt megcsinálom. Tudjuk. Mindjárt megcsinálja a Wendy. Nem szóltak a kollégák, én mindig ugrok és megcsinálom, mert nem tart sem eddig igazából megcsinálni. Néha megáll, valószínűleg valami adás kimaradásból kifolyólag lehetett, hogy kiakadt a stream és nem indult újra. És most a Wendy kódol. Nem kódol. Most mondanám, hogy kommentálom, amit csinál, vagy közvetítek nektek, de hát fogalmam sincs. Tehát, hogy... Szerintem mindjárt. Na majd most, no playable source is found. Na már playable. Most már jó lesz. Jó. Tessék, Bökény. Ott van, megy. Ennyi. Megoldjuk. Mindent megoldunk, csak megy. Szóljatok. Jó? Jó, és akkor Jenő próbált Skype-on elérni minket egyébként, és megint nem jelzett neked valószínűleg a alkalmazás, már kettőször. Most hívjál, mert most megvan neki nyitva. Várjál, Jenő, megnézem ezt a... Pedig de, kellett volna, hogy jelezzen. Itt írja, hogy megjelennek a riasztások. Amíg ön teljes képernyős módban van. Ágár, és én most teljes képernyős módban vagyok. De azt mondja, hogy csöndbe maradnak, nem megjelennek. Mi? Hol van? Itt van minden. Elrejti az összes értesítést, megkapja az értesítést. Már megint, tényleg, bocs. Nem tudom, össze-vissza van ez. Jó. Jó, tetszik. De most hívjál minket. De miért áll át? Tehát, hogy megvarom a Windows-t is, mindent megverek. Jó, itt van anyukám is, szia anyu. Aztán... Így van, meg György írta még, hogy ha nem így nem posztolod ki, hogy mindjárt kezdődik az adás, akkor totál elfelejtés lemarad, úgyhogy még de jó, hogy megtetted. Ez tök jó. Úgyhogy... Igen. Láttad ezt? Most is? Most, láttad igen. Ezt? Most látom, azt akartam mondani, hogy most nem mutattam. Nem értesít, most látszik, hogy itt a Jenő hív, és itt egyébként rögtön látszik, hogy volt egy nem fogadott hívás. Most mutattam, tehát de mire úgy, hogy, oda mutattam. De nem az, hogy értesítés. A Skype volt megnyitva. Itt volt előttem a Skype, és csak annyit láttam, hogy nem fogadott hívást. Tehát nem is mutatta, hogy hívás van. De mutatta 2 másodpercig, majd eltűnt, és kiírt, hogy nem fogadott hívást. Most ez vagy azért van, mert Jenő tette le, vagy nem tudom. Én már nem tudok erre mit mondani. Na viszont itt van Jenő. De az biztos. Most már remélhetőleg. Hello, Jenő! Hello, szia! Egyébként amikor pont átváltottál arra, hogy akkor megnézed, hogy mi van a Skype-al, akkor folyamatosan hívtalak. Ő nem vetted fel, aztán letettem valójában, de csöngött. Jó, ezt szerintem ezeket engedjük el, mert jó, majdnem az visszanéztem a múltkor, és minden adás erről szól, hogy a Skype-ot szívjuk. Jó, na mindegy. Hát, hogy most vagy működik, vagy nem, most épp működik, engedjük el, beszéljünk inkább a lényegről. Megpróbáljuk majd figyelni egyébként, hogyha hívtok, hogy fel tudjuk venni, vagy hát, hogy a Wendy fel tudja venni. Aztán, jó, a FaceApp miatt csörögtem, én nekem ma frissült az az applikáció, és most először kiírta indításnál azt a frissítés után, hogy hát angolul, de mondom magyarul, hogy mit, hogy minden fotót, amelyet kiválasztunk képfeldolgozáshoz és arcátalakításhoz, azt a szerverenkre töltjük fel. Most igen. Itt ez alapján én csak azt tudom elgondolni, hogy csak azokat a képeket töltik fel, amit kiválasztunk átalakításhoz, tehát hogy valójában az összes többi képet, ami a galériában vagy a telefonunkon van, én azt nem gondolom, hogy az feltöltődne a szerverekre. Én sem, de ezt írták egyébként bizonyos fórumokban, én csak ebből indulok ki, mert ugye amikor így lejön egy hír, tudod, akkor így természetesen amellett, hogy három különböző forrásból jön le, természetesen a fordításokról ne is beszéljünk, arról ne, az, hogy milyen címekkel, szalagcímekkel jönnek, arról se beszéljünk, és a tartalmában is, mit tudom én, egy teljesen no-name, mika-maka-pukka fejlesztő azt mondta, hogy ő megnézte, nem tudom milyen adatforgalmi, vagy valami adatforgalmat mérő programmal, és látta, hogy folyamatosan töltődnek fel az adatok orosz szerverekre. Na, ott bukott meg a történet, hogy a Google-on meg az Amazonon van egyébként ennek a fejlesztői csapatnak, illetve magának a FaceApp-nak egyébként a tárhelye, onnan bérlik, tehát nem is oda töltődik fel orosz szerverekre, hanem amerikai, meg egyéb más, mint európai szerverekre töltődik föl, tehát már itt kamu, tehát kicsit túltolják egyébként az újságírók is,
még nagyobb riadalmat keltenek. Ez annyira jellemző manapság, nem kell mindent elhinni, mindennek van igazság alapja, de általában az ilyen túltolt híreknek úgy kb. 60%-a szokott igaz lenni, már ezt is megmérték egyébként. Az összes 40% az általában kamu, vagy kicsit túltolt, tehát túl hazudott történet, hogy az emberek még jobban megijedjenek. De egyébként, bocsánat, egyébként amit mondasz, ezt alátámasztja az is, hogy érkezett egy reakció egyébként a fejlesztőktől erre az egész történetre, miután ez kibukott, és a vállalatnak a vezetője, mindjárt mondom, Wireless Labs vállalatnak a vezetője, Jaroszláv Goncsarov, ők fejlesztették ezt az applikációt. Na, szóval szerinte csak a felhasználó által kiválasztott fotót dolgozzák fel a szerveren, és nem férnek hozzá az eszközön található többi felvételhez, hogy azt a kiberbiztonsági szakértők feltételezték korábban, tehát tulajdonképpen ez részben alátámasztja azt, amit te is mondtál. Igen, egyébként én sem mondanám kézzelfogható bizonyítéknak azt, amit az a valaki megmért, hogy most folyamatosan tölti fel az APA képeket. Tehát azért hát igen, nem... hogyha mindenki, mert biztos van olyan, aki fogja és kijelöli az egész albumot, hogy ő most mindenkit öregíteni akar, úgy persze neki föltölti, de hát szerintem se így néz ki ez a dolog. Igen, és azért gondolom, hogy szerintem pont ebből a rémhírből kifolyólag dobt ki ezt a frissítés, most a FaceApp-nek a fejlesztője, vagyis tette ki ezt az információt az app indításakor, hogy szerintem nyugodjon meg mindenki, mert nem úgy van, ahogy a hírekben az elhangzik. Igen, hát ezt érezzük, hogy ez megint arról szól egyébként, ugye pláne, hogy az FBI is már lehet, hogy nyomoz, vagy fölkérték hogy az FBI-t, hogy az is nyomozzon ez ügyben, mert ugye az amerikaiak féltik a saját adataikat, kiktől? Az oroszoktól. Tehát, hogyha ez egy finn fejlesztő csapat lett volna, vagy valaki, ott nem probléma. Hány ilyen amerikai applikáció van, ami dettó ugyanígy működik? Tehát meg ilyen öregítő, abból is látunk már 50-et. Ugyanígy működik. Jó, de egyébként ez eddig még nem volt ezzel probléma, de most, hogy az oroszok csináltak egy ilyen applikációt, itt már rögtön probléma van. Meg, hogy eddig még ez csinálja a legrealisztikusabb képeket. Igen, vagy legalábbis. Vagy egy bizonyos esetekben legalábbis, igen. Igen. Tehát fene tudja, hogy többi ugyanilyen applikáció milyen mechanizmussal dolgozza fel a képeket. Tehát most ezt kiszúrták, aztán úgy gondolom, hogy most legyen, mint csámcsogni. Hát persze, mondom, hát itt megint arról szól, hogy az oroszok. Ugye ez a hidegháborús történet, ez valahogy Amerika és Oroszország között, ez gyakorlatilag napjainkban is zajlik, akárhogy is nézzük, és természetesen ennek látjuk állandóan az eredményeit. Tehát bármit, amit az oroszok kitalálnak, azt az amerikaiak szidják, és fordítva is így van természetesen. Tehát az oroszok is úgy vannak valahogy, nehogy ma a Google Amerikába vigye ki az oroszok adatait, legyen csak Oroszországban szerver, ha használni akarják azt a szolgáltatást. Különben internet kész. Internet. Oké, és köszönöm szépen, hogy hozzászólnak. Köszi, hello. Sziasztok. No. Bátran mindenki, akinek van kedve, ugyanígy hozzászólhat, igyekszünk figyelni a hozzászólásokra. Különben Kevin egyébként írt nekünk egy hozzászólást, vagy egy kérdést a Facebookon. Azt kérdezi, hogy más is észrevette-e, hogyha online filmezel, például valamelyik streaming szolgáltató oldalán, akkor a Chrome, Brave, Firefoxnál látszik ilyen kék vonal, mint a képen felül. Nem tudom, hogy küldtél-e képet, mert azt nem jeleníti meg, de hogy látszik egy kék vonal. Igen. Főleg, ha Windows 10-et használsz, és ez elvileg azért van, mert a taskbar, illetve a címsor is színes, és azért van pont központozás. Ezt a funkciót nem lehet valahogy kikapcsolni a Windows 10-ben, 8.1-ben és 7-ben ilyen hibám nincs, köszi szépen. Én nem találkoztam még ezzel, megmondom őszintén. De várjál, hol néz filmet az ember? Hát például, mit tudom én, bármelyik ilyen streaming szolgáltatónál például, akkor most kimondom, hogy például a Netflixen ő például ezt hozta példának. Uh-huh. Én nem láttam ilyet csíkot. Vagy nem tudom milyen csík, meg mi az, hogy fönt van egy csík, nem réblik ilyesmi. Egy ilyen kék hát kiteszed teljes képernyőre a videót, és ott semmilyen csík nincsen, vagy legalábbis én nem láttam ilyet. Nem tudom, mondom, én sem találkoztam még ezzel. Ettől függetlenül lehet, hogy így van, de hozzátartozik az igazsághoz, hogy én a gépen, Windows-on, Windows alatt pláne, meg egyébként Mac-en sem nagyon nézek gépen mondjuk filmet. Mondjuk én sem, igen, tehát lehet, hogy az a baj, hogy én mindig kitolom a tévére, ezt én, kész, igen, tehát én is használok ugye egy ilyen mindenféle streaming szolgáltatást, tehát előfizetés sem van ilyen streaming szolgáltatásra, de én a tévén nézem, tehát úgy ott meg nincs ez a probléma, vagy ezzel én még nem találkoztam.
Na. De hogy nem lehet-e kikapcsolni ezt a taskbart, igazából az a kérdés. Nem tudom, milyen taskbarról van szó. Tehát az a baj, hogy ezért kéne egy link, tényleg linkelj már ide egy képet, Kevin, hogy, hogy miről van szó. Igen, dobj egy képet, és akkor... Nem igazán. Vagy nem tudom, lehet, hogy a videó mellé nem lehet képet küldni egyébként, talán. Lehet, hogy nem lehet, úgyhogy ez lehet, hogy nem fog menni. De aztán a franc se tudja. Szerintem nem lehet, igen. Adott képet a válaszban? Nem tud, vagy legalábbis nem tudom, én nem tudok képet föltenni, te tudsz, nem lehet. Sima hozzászólást lehet, csak írni képet nem lehet tenni a videó mellé. Hmm. No jó. Jó, aztán... Gyuri inkább nem próbálja ki akkor ezek szerint. Meg azt írja egyébként, hogy szintén György, hogy van okostelóra egy olyan tűzfal, ami figyeli az összes alkalmazást, hogy melyik hova kommunikál IP címmel, hossznévvel. Meg kéne nézni, hogy a FaceApp hová tölti fel a képeket. Hát ezt nézték. De ezt már megnézték. Erre mondták Amazon és Google szerverekre, vagy hát nem. Hát de ez hülyeség, ez kamu. Ez a kamu része, nem orosz szerverek. Hát most mondtam, hogy Amazon és Google. Tehát ezt viszont már a tehát normális a kiberbiztonsági szakemberek azért ezt így megnézték. Tehát hogy nem csak egy újságíró lejött, hogy na orosz szerverre. És akkor mindenki kezdjen el parázni. Nem orosz szerverre. De egyébként meg ha orosz szerverre is menne, se hiszem, hogy ez... most tényleg, van különbség? Magyar oldalról, most a mi oldalunkról, hogy mi magyarok aggódunk, hogy most orosz vagy amerikai szerverre töltődik, nekünk nem tök mindegy. Na, ha valaki csináld meg az én fejemet. És nézzük meg most. Letöröltem az appot, ja. Úgyhogy most nem csinálom már. Most nem kezdek el itt. Jó, felteszem. Egyefene. De kár. Mondjuk a Facebookos profilképemet töltsd le, és akkor azt megengedem, hogy azt átmódosítsuk. Mi? Dehogy is. Itt csinálok rá egy fotót, az nem egyszerű. Ráadásul. Hát most, fel kell töltenem a... Vagy le kell töltenem az alkalmazást. Na, mert már hányszor föltettem, a múltkor is leszettem, mert egyébként minek? Tehát, hogy most egyszer elbohóckodik vele az ember, aztán onnantól kezdve utána most őszintén, tehát, hogy most minden fotóból öregítő fotót fogunk gyártani, szerintem baromság, tehát, hogy... Nem, ez igen, ez így egyszer poén, tehát, hogy így... De azt ennyi. Megnézed, körülbelül. Hogy nagyjából mi újság van, és akkor így, vagy hogy fogsz kinézni szerintük, és akkor így ennyi, mert úgy egyébként több ilyen képet nem hiszem, hogy csinál az ember, vagy én legalábbis. Mi nem teszed föl te egyébként? Mert, jó, én nem teszem föl. Mert én nem akarom. Mert neked már úgy is fent volt, én azt hittem, hogy nem hát kell ezzel de most szórakozni, én hogy most letörölted meg ilyenek. Én kipróbálok, letod? Cloud Photo Processing. És azt mondja, hogy each photo you select for editing will be uploaded to our servers for image processing and face transformation. Így. Ez majdnem úgy beszélsz angolul, mint a kedves főnökünk. Úgyhogy, már hogy nem az, a nagyfőnök, a kupolásba. Mielőtt a mi kedves főnökünk megsértő, ő jól beszél angolul egyébként. A másik is, csak nem a kiejtésével van ott baj. Ott a Skype, tessék! Na, hát most van is Skype. Egy pillanat türelmet kérünk tőled, Ákos, jó, egy másodperc. Na de várjál, mert ez én vagyok, rólad akarok egy fotót csinálni, Dani. Jézus. Na küldelek föl a FaceApp-ba. Ő az a baj, hogy már furcsa, ezt hogy... Ezt ilyen közelről? Igen, az az igazság, nekem nagy a... Még közelebb kéne menni, hogy ennek értelme legyen. Az az igazság, Dani. A nézők ebből... A nézők pont látják egyébként nagyjából. Így próbálom, jó? Na. Csak mert hogy próbálok úgy, mert ugye a tévében lévő fotózás, az kicsit másképp működik. Na lőd már el azt a fotó... Na most ez gyönyörű fotó lett. Csinálunk még egyet, jó? Mert pont csinált egyedül. Hát... Nem, jó lesz ez. Na, nézd csak! Jézusom! Ez a rendes fotód még nincs megöregítve, azt mondja, Jézusom, pedig még csak így néz ki. Tehát, Jézusom! Hogy... még csak így néz hát ki az akkora anya. Fejem van rajta, Úristen! Hát még mekkora a fejed? Hát most még mi? Hát ez az. Na most öregítelek, figyelj. Öreg Dani. Komponálni kellett volna. Ez tökéletesen van komponálva. Na nézzük, tényleg kíváncsi vagyok most már. Várjál, lassul a processzig, mindenki ja, ezt használja igen. Éppen, úgyhogy... Na itt vagy. Na várjál, ezt hogy mutassuk ezt meg? Ezt nem akartam, hát fordítsd ki a kamerába. Hát, de nem tudom ebből mennyi fog látszani. Ezt nem akartam. Gyönyörű. Szerintem ez már nem éles. Nem éles, igen. Élesség határon kívül.
Vagy belül, bocsánat. Hát gyönyörű. Majd kirakom valahová is. Meg lehet aranyos nézni. Dani papa. Elmentem, megmaradjon. Nagyon jó. Örülök neki. Letöltés. Ákos, Skype-on. Igen. Szia, Ákos! Halló, halló! Sziasztok! Hello! Szia. Danihoz lenne egy kérdésem. Nocsak, hallgatlak. Tegnap sikerült hozzájutnom egy MacBook 2.1-es géphez. Uh-huh. Nagyon-nagyon jutányos áron. De német operációs rendszer van rajta. A Restore visszaállítással vissza tudom-e állítani angol nyelvűre a rajta lévő operációs rendszert, vagy ahhoz kell az eredeti macOS lemez? Szerintem nem kell hozzá macOS-t, én nem tudom, én soha nem telepítettem még lemezről macOS-t, megmondom neked őszintén. Nem is kell. Én úgy tudom, hogy nem kell hozzá, hanem ezt, hanem ott szerintem ki fogod tudni választani, hogy milyen nyelven szeretnéd telepíteni, vagy az is lehetőség, hogy letöltesz hozzá egy nyelvi csomagot, amit szerintem a Mac vagy az Apple szervereiről valahonnan le lehet tölteni. Nem tudom, ugye nekem magyar a Mac-em. Na de várjál már, állj! Hát nem, most bocsánat, hogy beleszólok, mint nem szakavatott annyira Mac-ben, de tehát, hogy szerintem csak egyszerűen fogod és átállítod de a nyelvet. De egyébként igen, ezt akartam mondani, hogy én ezt tehát sem... ez nem kell újra telepíteni. Ezt sem tartom kizártnak, hogy simán csak átállítod a nyelvet, és akkor... Igen, próbáltam azt is, hogy rámegyek a nyelvátállítási lehetőségre, és azt közli velem, hogy nincsen nyelvi fájl. Igen, mert szerintem igen, tehát nincs telepítve a más nyelvi csomag hozzá. Akkor ezt kéne, tehát vagy arra keres rá, hogy az Apple-től nyelvi csomagot tudsz-e letölteni, vagy ha nem, akkor ha újra telepíted, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy ki fogod tudni választani, akár az angol, akár hogyha ő érzékeli, hogy te ezt Magyarországon használod, akkor a magyar nyelvet, mert ha a hardware-t megveszed, akkor azzal együtt te megveszed a szoftvert is a Mac-nél, ez így működik. Tehát nyugodtan át tudod utána állítani akár más nyelvre. Meg olyan kérdésem van, hogy erre a gépre melyik az a macOS, amit még föl lehet tenni rá, hogy működjön? Uh-huh. Mert most jelenleg a 10.6-os van rajta. Ez mikori ez a gép? 2008-9 környékén, hogyha jól sejtem? Úgy körülbelül. Aha. Hát, szerintem a Sierra szerintem még a Sierra rámegy, ezt akartam mondani. Vagy igen, hogy hívják, melyik Leon? Mountain Lion-ra gondolsz? Mountain Lion? Lehet, igen. Attól függ, hogy melyik verzió, mert ugye ezeket folyamatosan upgrade-elgették. Szerintem a Sierra még rá fog menni, én azzal próbálkozom. Nem hallottam, hogy milyen proci van benne, ezt mondtad? Vagy hát azt nem mondtam. 2.1-es dual core proci van benne. A dual core akkor elmegy vele még a Sierra. Sőt, még lehet, hogy a High Sierra is egyébként. 2.1-es dual core proci van benne. Sierra az el fog még menni rajta. Az igazság, hogy én ezt egy ilyen használt lomis piacon vettem. Uh-huh. Nagyon jutányos áron. Tehát annyira jutányos áron, hogy ennyire meghajtott nem. Tehát Winchestert nem kapom meg. Világos. Amennyire hozzájutottam. Csak Németországból behozott gép. Uh-huh. Értem. Német nyelvű volt az egész. Ez biztos, hogy át tudod állítani. Át lehet állítani, de egyébként meg fogod és újra installálod az egész gépet. Így van. Azt is lehet, hogy fogod Robert is, szerint egyébként az El Capitan amit használhatsz vele. 2011-től Sierra, utána High Sierra. Én egyébként mondom, ettől függetlenül megpróbálnám a Sierra-t. Mert a Wikipédián olvasgattam, hogy milyen hardware igényei vannak ezeknek a szerintem az elkapitán nem fog menni. Néztem, hogy olyan 10.8-9-es verzióig még elméletileg menne vele. Igen. Igen, mondom, én a Sierra-t javasolnám. De egyébként az egy figyelj, jó, amúgy sem úgy működik, hogy letöltöd az OS-t, és akkor azt te föltelepíted. Hogyha újra akarod húzni a Mac-et, akkor fogod, és van erre egy billentyű kombináció, mindjárt mondom neked. Reinstall. És akkor belemész ebbe a... Egyébként felmész a Mac oldalára, és itt van. Mac plusz az R betű, azt hiszem. Igen, Command... Igen, Command R, és akkor talán azzal... Shift Alt... ez melyik gomb? Shift Alt Command. Shift Alt Command R. Ezt megnyomod,
a bekapcsoláskor, tehát kikapcsolod a gépet, és így ez bekapcsolod, és utána ezt nyomogatod, vagy lenyomva tartod a Shift, Alt, Command, R gombot, és onnantól kezdve ő fogja, és letölti a legfrissebb, ahhoz a géphez elérhető operációs rendszert, és feltelepíti neked az internet. Várni kell, mert azért idő, amíg az letöltődik, de onnantól kezdve fogja letölti, és újra installálja az egész operrendszert. Ne kérdezi előtte, hogy most letörölje, ami rajta van, vagy ne, és így tovább. És ezt Wi-Fi-n keresztül is meg lehet csinálni? Igen, ezt Wi-Fi-n keresztül fogja megcsinálni. Ezt Wi-Fi-n keresztül fogja, ha most fel vagy kapcsolva a Wi-Fi-re, azt ő megjegyzi, és onnantól kezdve arról a Wi-Fi-ről, ami egyszer be volt állítva a Mac-nek. Egyébként ez érdekes, mert én is azt hittem, hogy érted, vinyócsere, minden volt már az enyémbe is, és egyszerűen nem tudtam, hogy honnan az, szóval honnan a francból tudja ő letölteni az internetről, úgy, hogy megjegyezte a Wi-Fi beállítást, és azon keresztül le tudja tölteni az operációs rendszer. Jó, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Nincs mit, szívesen. Jó munkát nektek, sziasztok! Hello, szia Ákos! Hát ez a képjenő, ne haragudj, tehát ez... De ez az öreg van? De ez nem is az öreg van. Nem, ezt ő csinálta. Ja, ő csinálta. Ezt ő csinálta, igen. De ez ne... Ja, hogy a kifotózott, És a FaceApp-ot adásból, és rányomta a FaceApp-ot. Ráadásul ez a fej, amit vágok, hát de ez... De egyébként ezt egész jól nézel ki. Hát amit én csináltam, azon azért szarabbul nézel ki, már bocsánat. Igen. Jó, mondom, big like. Király, köszi. Ja, megnézzük, hogy már elérhető. Tisztes összes halánték, mint tudjuk. Itt ezen a képen hatványozottan jelentkezik. Nagyon jó. Köszi tényleg. Jó. Na, menjünk tovább. Mit szólsz, mert még egy témánál voltunk. Mik akarnak lenni a mai gyerekek? Ez legyen a következő témánk. Mit szólsz hozzá? Mert hogy ezen én egyébként kiakadtam. Hát gyakorlatilag igen, influencerek szeretnének lenni, ez a leg... Mert ugye a mi korunkban már, bocsánat, hogy ezt mondom, én már öreg vagyok, tehát én mondhatom, de egyébként nem kell annyira öregnek lenni, mint én, szerintem még hát, pár évvel ezelőtt is de nézd. A gyerekek azok tanárok akartak lenni, űrhajósok, rendőrök, vasutasok. De nem, de nézd, semmit, tehát nem is kell messzire menni, tudod, tűzoltó leszel és katona, tűzoltó, vadakat terelő, juhász. Így van. Tehát ez már annak ezt idején mondom, is. Hogy és nem, a mai fiatalok influencerek akarnak lenni. Hát, nem tudom ezt hova tenni. Nincs az influencerkedéssel önmagában probléma, legalábbis azzal az influencerkedéssel. Nem influencer, influencer. Tök mindegy, hogy mondjuk. Micsoda? Influencer. Mint amikor azt mondja, influenza. Én tudom, igen. Mindegy. Most ne engem helyes bicsildani, hanem inkább a gyerekeket rakjuk helyre. Jó, csak ne influencerek akarjanak lenni, jó? Influ. Szóval, hogy nem az influencerekkel van baj, azokkal, hogyha tartalmat gyártanak és értelmes tartalmat gyártanak, akkor szerintem azzal önmagában nincs probléma. Nekem a folyamatos, van is egy ilyen kifejezésem egyébként, a senkiháziság, ugye? Tehát, hogy valaki senkiházisággal sikerül... Senkiházi. Igen. Valamiféle népszerűségre, hogy mondjam, szert tennie, hát nem tudom azt hova tenni, hogy az egyáltalán milyen jellegű népszerűség. Most gondolok itt az ilyen TikTok sztárokra, meg az ilyenekre, tehát most az, hogy valaki ráénekel valamire, és akkor attól most ő sztár lesz, hát ez zseniális egyébként. Sokat tett le az asztalra valószínűleg. Tehát érdemes őt követni, érdemes őt példaképként tekinteni, és így tovább, ugye? Ezt a világot éljük venni. Na, hát de a gyerekek ezek akarnak lenni. Tehát a nulla munkából sok pénzt keresni és híresnek lenni. Hát ez egyébként persze, ez ki ne akarna ilyen lenni. Mindenki híres akart lenni, a mi korunkban is azért, amikor mi és gyerekek voltunk, és mi is híresek akartunk lenni. Mindenki híres akart lenni, szerintem, egy időben. Aztán rájött, hogy ez nem feltétlenül adatik meg mondjuk úgy mindenkinek, bár nekünk speciál félig meddig megadatott, hát, ha úgy nézzük, még ha hírességnek nem is mondhatunk, nem de azért híresebbek azért vagyunk, mint az irányba, benne. Tehát azért ez... Túlzás, hogy... Hát azért közszereplők vagyunk, akkor jó, többen ismernek minket, híres. Mondom, mint egy átlag ember, de most nem... Lehet. Jó, szerénykedhetsz, meg én is nem azt mondtam, hogy híresek vagyunk, mert híres a Tom Cruise. Na, például, igen, ezt akartam mondani. Vagy ő sztár.
Tehát most nem erről beszélek, tehát nem hozzájuk akarunk hasonlítani magunkat, de ki ne akarna filmsztár lenni, rockstár lenni, nem tudom, mindenkinek van egy ilyen korszaka szerintem. Sőt, sokan azt képzelik magukra egyébként is, hogy azok egy időben. Aztán majd kinövik, jó esetben. Szóval influencerek akarnak lenni, és ezzel kapcsolatban készült egy kutatás gyakorlatilag, igen, ahol ez jött ki a legnépszerűbbnek. Konkrét adatokat is tudunk mondani. Igen, egészen konkrétan arról van szó, hogy hát a nyugati országokban egyébként itt egy elég markáns eltérés van kelet és nyugat között, mert ami Kínában a hagyományosabb, idézőjelben a hagyományosabb foglalkozások még mindig divatosak ebből a szempontból, addig például Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban már torony magasan a vlogger per youtuber kapta a legtöbb voksot és szavazatot. Nagy-Britanniában egészen konkrétan, vagy hát az Egyesült Királyságban 30%-a a gyerekeknek szeretne vlogger, youtuber lenni, az Egyesült Államokban pedig 29%-a. Hát ez sokat mondó adat szerintem. Igen, itt mindjárt látunk ilyenek vannak még egyébként a listán, hogy tanár, profi, sportoló, zenész, vagy űrhajós. Ez jó, Tamás, csak pont a lényeget nem látjuk, igen. Tehát az inkább menjen fullba. Igen. Szerintem és jobban akkor majd járunk. Utána vissza, így jó. Még egyébként, hogyha a Kínát nézzük egyébként itt a táblázatnak a bal oldalán, vagy a baloldali oszlopába, addig ott azért még mindig az űrhajós 56%, tanár 52%, zenész 47%, ezt már túlléptük a százat. Profi sportoló 37%, na jó, hát nem, van, aki több akar lenni, tudod, tehát, hogy ez nem 100%-ra jön ki, mert van, aki mindegyik akar lenni. Ja, értem. Érted, tehát ez nem egy ilyen exakt dolog. Értem. Szerintem legalábbis. Hát de ha többit összeadod, na, az többi nagyjából kijön. Na többi nyilván jön ki szerintem. De mindegy, most, jó, mindegy, most nem kezdtek el számolgatni. Majd bocsánat, egyébként a kínaiak sokkal többen vannak, tehát nálunk 100%, hanem 200%. Nem, mire megszületik a statisztika, addigra többen vannak. Vicceltem természetesen. Igen. Szóval igen, ez egy furcsa dolog. Kedves szülők, csak úgy megint, hogy rátok hárítsam a felelősséget. Én szeretem ezt csinálni, hogy a szülőkre hárítom a gyerekekkel kapcsolatos felelősséget. De igen, tehát én azt gondolom, hogy egy jó ideig a szülőknek és a tanároknak kell a gyereket valamilyen szinten terelgetni. Nem mint hogyha azt mondanám, hogy a gyereknek ne legyen önálló gondolata, és ne dönthess el, hogy ő mi akar lenni. Sőt, legyen vlogger, legyen youtuber, nincs ezzel gond, csak hogy mondjam, tehát valami olyanról vlogoljon, meg olyanról youtuberkedjen. Olyanról youtuberkedjen, aminek úgy talán van valami értéke, nem? Vagy legalábbis én nem tudom, én az ilyen videókban mindig az értéket próbálom keresni. Na jó, de persze van egy-két senki házisági történet, és ami a más nem azért, mert vicces, azért az ember megnézi szórakozásból, de... De, tehát, hogy arról szólnak, az a baj, hogy az ilyen klasszikus vloggerek és youtuberek videói, azok mostanában már arról szólnak, hogy mit főztem tegnap. Na de ez az, aki érdekel már, bocsánat. De úgy nem, csak mondom, vagy csináljunk furcsa amerikai kajákat, amikor is bemegyek a mit tudom én, az olyan édességeket, meg olyan amerikai árukat árusító boltba, ami egyébként jól megszponzorálja nekem ezt a videót, hogy jó, én hát ezt készítsem el. Még ezzel sincs baj egyébként, hogy van mögötte némi támogatás, mert ugye úgy lehet több lehetőséget. Tehát most mit én mondok egy példát, hogyha valaki telefonokat tesztel, ami tök jó dolog, mert én szoktam ilyen telefonteszteket nézni, hasznos egyébként, mindenkinek csak ajánlani tudom, ha új telefont akar venni, akkor nézzen, vannak de nagyon ez a, jó de magyar ez a másik vloggerek véglet, is, akik... Ez, ennek van legalább na de most haszna, nem gondolod, hogy ő most megveszi ezeket a telefonokat, nyilván nem odaadja, hogy tessék, teszteld le, aztán majd visszaadja. Kell ez egy szponzor, hát vagy lehet, hogy megtartod, vagy... Igen, tehát a lényeg, hogy nem árt hozzá valami támogatás, és tehát nem azt sajnálja az ember tőlük, hogy támogatja őket, vagy támogatják őket, sőt, azt sem sajnál az ember, hogy ebből egy csomóan megélnek, vagy megélhetnek, hogyha jól csinálják, sőt, tehát csak úgy lehet igazán valamit jól csinálni szívvel, lélekkel, hogyha mellette nem
feltétlenül, most nem azt mondom, hogy nem kell mellette dolgozni, de hogyha mondjuk ez a főállása már valakinek, akkor tud igazán profin foglalkozni vele, mert hogyha 8 órában gürizik, vagy 10 órában, és mellette kell vloggerkednie, az nem biztos, hogy olyan tökéletes lesz. Mert hát igen, meg ugye arra kell törekedni, vagy hát én legalábbis bármibe, ha belekezdek, én azért törekszem arra, hogy lehetőségekhez képest mindig a legjobbat, vagy minél jobbat csináljam. De ez csak akkor működik, hogyha rá tudom szánni azt a megfelelő mennyiségű időt, amihez, vagy amennyire ehhez szükség van. Uh-huh. Igen, hát csak de csak úgy lehet jól csinálni, azt gondolom. Pont ezt mondom, igen, hogy, igen. Hogyha minőséget akarok, vagy minőségi tartalmat akarok előállítani, akkor arra igenis rá kell szánni az időt, és ez nem elég ahhoz, főleg ugye mostanában, amikor már tényleg annyi, tehát amikor már tényleg mindenki youtuber, meg mindenki tartalom előállító, a sarki fűszeresbe, Marika néni is, mindenki tényleg youtuber, és annyira sok ilyen influencer idézőjelben van már, hogy most már tényleg nehéz olyan szinten kitűnni, ami mondjuk 5-7-8 évvel ezelőtt jóval könnyebb volt kitűnni abból az akkori idézőjelben mezőnyből, az most már sokkal nehezebb. Hát igen. Sőt, hát van, akinek nem is megy, ugye? Vagy próbálkozik, és még lehet, hogy értelmes tartalmat is gyárt, aztán mégis többen nézik a vernyákoló ezért, hülye gyereket a kanapén, csak azért, mert nem tudom miért. Ez számomra rejtély, hogy miért néznek ilyeneket az emberek. És az meg pláne problémának tartom, hogy vannak, akik erre felnéznek, tehát, hogy követik több százezren. Most nem az irigység szól belőlem, hogy engem nem százezren követnek, csak pár ezren, miközben én azért próbálok értéket közvetíteni valamilyen szinten, meg valami tudást átadni, vagy nem tudom, információt, stb. De, tehát, hogy azért, hogy mondjam, tehát, hogy de egy picit de, tehát, hogy már hogy az irigység. Úgyhogy, na hát ez furcsa dolog, meglátjuk, hogy a gyerekekből, hányból lesz tényleg normális influencer, és abból megéle. Mert tehát, hogy az, hogy nem csinál semmit, influencerkedik, követik százezeret, de nem él meg belőle, akkor... Akkor tudsz értéket közvetíteni, hogyha saját magadban is van érték, uh-huh. amit te átadhatsz. Tehát az, hogy amiről tényleg te is beszélsz ez a senkiházisság idézőjelben, uh-huh. Ez nem feltétlenül fedi, vagy jelenti azt, hogy én értéket tudok közvetíteni, mert hogyha bennem nincsen meg a megfelelő érték... Na de közvetítik, érték, és mégis követik, tehát valamiért követik. Szerintem legalábbis tehát ez. Tehát valakiknek ez érték valamiért. Csak lehet, hogy vagy én vagyok már, tehát itt generációs különbségek vannak, és lehet, hogy csak én nem értem, és nem akarok senkit megbántani, félreértés ne essék. De az, hogy valaki csak úgy ad hoc módon live-ol, indít egy live-ot, és semmi más nem csinál, aztán csak mit tudom én, ül a kamerába és olvas a hozzászólásokat, hogy jaj, hát hello, de szép vagy, de helyes vagy, jaj, de édes vagy, köszönöm, és akkor menjünk tovább. Meg véletlenül sem szeretnék egyébként nevesíteni, de... De jó a hajad, és akkor erről szól a vlog. Van egy olyan vlogger, influencer, nem tudom, hogy minek nevezzem én ezt az egyént, aki tulajdonképpen azzal lett híres idézőjelben néhány évvel ezelőtt, hogy beleugrott egy medencébe. Uh-huh. Nem tudom, hogy megvan-e, hogy ki, kire gondolok, és tulajdonképpen egy ő igen, beleugrott egy medencébe egy akkora tett, egy nagyobb, de ebben az a pláni, hogy ő egy ilyen picit teltebb alkatú egyén, és beleugrott a medencébe, és ott... Ja, tudom, aki... Nem kevés alkohol elfogyasztása után tette mindezt, és akkor ez olyan nagyon... És azóta is, azóta is nem, hogy közben iszik. Pont ezt akartam azt mondani. Azt közvetíti, hogy ő iszik. Hogy így van, pont aha. Ez. Igen. Tehát berúg, élő adásban így berúg. Van. Micsoda érték. Így van. Tényleg. Nem. És követik sokan, tudom kiről van szó, tényleg nevesítsünk. De ilyenek is vannak. Na de, és követik több százezeret. Hát megmondja tudom, valaki ennek az okát, hogy ez miért nem tudom, tanít? Hogy mennyien követik. Tehát, hogy én értem, hogy az emberek a baromságra sokkal vevőbbek mindig, meg ugye nem kell feltétlenül mindig információ, meg tudás, meg nem tudom. Néha egyszerűen csak lazítás és szórakozás kell, és ezzel lehet szórakozni. Ezt a részét aláírom, bár aki ezen szórakozik, hogy más
Tehát szerintem nem vicces, de biztos lehet, hogy én vagyok már ezt. Azért mondtam, hogy generációs különbségek vannak. Tehát, hogy van, akinek a Mónika Show is vicces volt. Tehát, hogy már bocsánat. Hát, meg azóta is vicces, ugye. Valahogy az megmaradt az hát, embereknek. Igen, hát az nem egy, tudom, én sose rögtem, az egy akkor kult. Se. Hát jó, de mégis tudod kívülről. Tudom, azért, mert mindenhonnan ez ömlik. De, hogy mondjam, a régen is hidegrázást kaptam tőle, meg most is, ha nekiáll valaki ezzel, mert van az ismerősi körből, aki elkezd ilyenekkel játszani, vagy ilyeneket mondogatni, és így, nem tudom, bennem felmegy a pumpa csak. Tehát, hogy... Na, ezt elnevezem senki háziságnak. Jó. Hát... egy picit off topic, más kérdés, igen. De érkezett egy kérdés a Facebookon, Béla kérdezi tőlünk, hogy... Honnan tudja az idővonalit, gondolom a Google idővonalra gondolsz, hogy mivel közlekedek? Hogy mit? Még egyszer? Tehát honnan tudja az idővonal, hogy mivel közlekedek? Tehát azt, hogy gyalog megyek vagy autóval, azt hát nyilván a sebesség különbségéből ki tudja számolni, de most vár, de várjál, mert hogy azt is meg tudja mondani, hogy ha motorral megyek, ezt honnan? Hát figyelj, vannak jelek, amik tehát másképp közlekedik egy motor, mint egy autó. Nem tudom, hallja. Tehát, hallja. Hogy, hát miért szerinted, amikor az alvás aktivitást meg ilyesmit csak úgy le van téve a telefonod, és mégis tudja, hogy mikor keltem fölpisülni éjjel? Hát honnan tudja? Hát figyel, úgy. Mikrofon. Creepy. Mintát vesz, időnként belehallgat a semmibe, és a hallja, hogy mozgolódás van, ő ebből arra következtet, hogy én felkeltem. Ugyanez. Időnként a mikrofon egy pillanatra bekapcsol, rögzít valamit, elemzi a rendszer, és hallja, hogy te egy motoron ülsz. Creepy. Gondolom én innen. Most csak mondtam példát, nem tudom, hogy működik, szerintem így. Vagy, mit tudom én, lehet, hogy először autónak nézi, aztán rájön, hogy igen, a motorral azért lehet így menni, meg úgy menni. Dugó van, de te mégis tudsz menni, ugye? Engem, akkor te motorozol, vagy bringázol. Engem egyébként az szokott meglepni, hogy nekem a telefonom az rendszeresen, amikor beülök a kocsiban, akkor rendszeresen dob egy értesítést azzal kapcsolatosan, hogy az általam relatíve sűrű látogatott célpontok, azok mennyire vannak közel, távol, igen. Illetve nem az, hogy közel, távol, hanem hogy most a forgalom milyen, mennyi idő alatt jutok el oda, stb. És én azt figyeltem meg egyébként az elmúlt... Tehát figyeli a szokásainkat. Az elmúlt időszakban, hogy a nagy százalékban kitalálja, hogy én éppen hova megyek. Hát mert általában valószínűleg van benne egy rendszer. Tehát tudja, hogy én most dolgozni megyek, igen. Tudja, hogy én most hát, mondjuk hozzád megyek akkor, át. Hát mert általában akkor oda mész. Most például tudta, hogy ide jövök. Hát mert szoktál ide jönni. Ez ennyi, tehát figyel, és mivel meg minden dokumentálva van, tudom, hogy ez ijesztő, az is egyébként szerintem ez jó, valahol jó, hogy furcsa számomra, bocsánat, hogy ő mindig tudja, hogy én mikor ülök be a kocsiba. Hát azt meg végtelenül egyszerű. Hát általában az autódban hozzákapcsolódsz rögtön a Bluetooth-hoz, nem? Mert ugye kihangosítod. Ez így van. Hát aztán akkor honnan tudná? Halló, itt az autó Bluetooth-a, akkor beültél a kocsiba. Hát most az ennyi, ezt még én is megmondom, ez nem kell Google-nek lenni. Hát de ez ennyire egyszerű. Tehát figyeli a közeltér ízéket, ugye eszközöket, lásd az autódat, és akkor onnantól kezdve persze, hogy tudja. Hát nálam is így van. Abszolút. És egyébként egy csomószor tök hasznos, hogy beülök, és akkor látom, hogy mennyire kell rohanni, vagy mennyire kell sietni, mennyi idő körülbelül, amíg odaérek. Szóval ugyan. Egy csomószor ad tök jó javaslatot. Hasznos, vagy hogyha mondjuk késésben vagyok, megnyitom, megnézem, hogy ő milyen útvonalat javasol, és akkor nem mindig ugyanazt javasolja, amerre én egyébként járni szoktam, akkor megnézem, hogy arra most talán gyorsabb, vagy nem gyorsabb, ha igen, akkor arra megyek legközelebb, ha nem, akkor visszatérek. Szóval egy csomó ilyen segít ebből a szempontból, és tök jó, csak néha egy picit azért elgondolkozik rajta az ember, hogy mint ahogy egyébként a kérdés is szólt, hogy ezt honnan? Hát csak utána kell picit gondolni, és rájössz, hogy honnan egyébként. Tehát végtelenül egyszerű a dolog. A motor, ezt mondom, ez egy érdekesebb kérdés, ezt nem tudom pontosan honnan, de szerintem egyébként elképzelhető, hogy onnan egyébként. Is, tehát nem feltétlenül biztos, hogy a mikrofonból, de szerintem igen. A Jenő azt onnan írja is, hogy, egyébként, hogy már dugó, kerestél rá így. Hogy dugó, tehát látja és érzékeli a forgalmat, hogy dugó van, de te mégis jobban haladsz. Például ugye ezt is utólag érintettük. Gondolhatja, hogy autóval te nem mész át a dugó.
autón, igen, azt, tehát ezt, ezt is mondtam, meg azt, hogy... Illetve, hogy a biciklit és a buszt is megkülönbözteti például. Hát a buszt azt mondjuk az nem könnyű, bonyolult, mert ugye megálló az, helyeken, meg úgy stb. Valószínűleg stb. Ugye, mivel valós időben most már működik a BKK-nak ugye a... hogy hívják ezt, menetrendjek lekövethető, akkor nagyjából tudja, hogy, hogy mikor merre jár, és össze tudja hasonlítani, hogy te ugyanazon az útvonalon mész, mint az a busz, rólunk. Akkor minden. Logikus, hogy te azon a buszon vagy. És ugye onnantól kezdve csak következtet, tehát hogy nem biztos, hogy százszáz, ez egy szokott tévedni, de mert következtet. Valószínűleg a motorra visszakanyarodva az is lehet, hogy te megnézted, úgy nézted meg a motor, úgy nézted meg a Google térképen jó párszor, hogy merre kell menni, hogy beállítottad, hogy motorral merre kell menni. És erről arra következtet, hogy te motorral akarsz jó, de mondjuk menni, ergo most... motorral is mész. Oké, okay, én most motorra ülök, mit tudom én, a holnap meg kocsiba. Azt lehet, hogy össze fogja keverni, amúgy. Tehát meg vagyok győződve, hogy azért ez nem mindig pontos, tehát én azért már ment, már ez mellé. Tehát nem mindig pontos, de egyre pontosabb, mert ugye a sok eddigi utadból ő ezeket szépen össze tudja rakni, ki tudja következtetni, és így tovább. És ez szerintem egyébként jó, mert neked segítség. Tudom, hogy ez csomó embernek megint ilyen, hogy hú, hát ez félelmetes, de tudom, milyen jól jött az nekem is, hogy mit tudom, én valamikor nem tudtam, hogy melyik nap voltam valahol, nem emlékeztem rá, mert én pár hete volt. És az idővonalon meg tudtam nézni, mikor jártam arra, melyik nap voltam ott azon az adott helyen. Mert egyébként nem tudtam, hogy hétfőn vagy kedden, és akkor megnéztem. Tehát, hogy csak mondtam egy példát, hogy szerintem nem baj, ha vissza lehet ezeket így keresni. Úgyhogy szerintem ez jó dolog. Olvassunk egy pár hozzászólást. Igen, a Twitch-en is vannak hozzászólások. Mert ott azt még nem néztük. Ott meg. A Bluetooth-nak a Mac címe alapján tudja. Hát szerintem most az tök mindegy, hogy most mi alapján, de már úgy az, hogy most mi, most a Mac címe vagy sem. Maga az, hogy a Bluetooth-ra rákapcsolódik, onnantól kezdve tudja. Hát jó, például, mondjuk... amikor az autó Bluetooth-ra kapcsolódik, van ez a Smart Lock funkció a telefonba, az automatikusan, ha hozzá van kapcsolódva az autómnak a Bluetooth-ához, akkor nem kell feloldó kulcs, meg nem kell hozzá semmi, fel van oldva automatikusan a telefon. Tehát ilyen megbízható... Ne kell azzal szórakoznom, hogy még az új lenyomat, meg megbízható eszközként be van állítva, eszközként be van állítva, és autó, ha hozzá van kapcsolódva, ugyanez otthonira is be van egyébként állítva. Tehát, hogy otthon se kért, hogy nekem PIN kódot, meg nem kell hozzá azonosítani magamat, hogy a telefonba bemenjek. Tehát, hogy ezeket tudja a telefon, mert bármilyen eszköz ott van a környékén, vagy rá van kapcsolódva, akkor annak alapján ő tudja, hogy mi a helyzet. Aztán nincs az a baj, de legyen mellette egy civil szakmája is, mert mi van, ha senkinek nem kellenek már az influencerek? Igen. Bár egyébként mindig lehet tovább fejlődni, azt gondolom, az egész élet egy tanulás. Láttunk már olyat, hogy valaki mit én, péknek végzett, azt informatikus lett. Ilyet tudok is. Halál komolyan. De nem te vagy. Nem én vagyok. De aztán persze fordítva is van ilyen, tehát hogy mit tudom én, orvosit végzett, azt takarít Londonba, ilyen is van. Igen, tehát, hogy most ilyen nagyon, kicsit ilyen szarkasztikus példát mondjak, de ilyen is van. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a civil szakma, ez meg egy olyan dolog, hogy civil szakma, hát most miért kell civil szakma, tehát lehet hivatalos szakma is, vagy nem tudom, nem csak civil szakma létezik, meg lehet az influencerkedés is akár egy, hát nem, szakmának nem nevezném, bár egyébként már halálkomolyan tanítják. Tehát, hogy valahol most már van influencer, most halál komolyan mondod, hogy van ilyen, influencer ilyen, iskola. Van ilyen. TikTok tábor. TikTok tábor van. Megtanítják, hogy TikTokolják. Van ilyen. Na jó, én már kilépek az internetből, köszönöm szépen. Van ilyen. Magyarországon, tehát még csak nem is egy nemzetközi példáról beszélünk, Magyarországon van ilyen. 14-18 éves lányok, fiúkat várnak a táborba, hogy megtanítsák nekik, hogy hogyan kell. Jó, így hívják, de igazából mit tanítanak meg nekik? Hogy használd a mobilodat, hogy állítsd be a képet, ha nem mobillal csináltam, kamerát. Tehát, hogy igazából ilyen kicsit ilyen médiát tanítanak nekik, hogy hogyan gyártson videókat, hogyan vágja meg, mire figyeljen. Ez önmagában nem izé, de az, hogy TikTok tábor, tehát hogy azért, hogy TikTokolni tudjon, hát ez mondjuk igen, ez engem is egy kicsit úgy elborzaszt. Tehát én is szívem szerint kilépnék az internetből, amikor ilyeneket hallok. Nem olcsón természetesen. Meredek. Hát, hogy... És biztos van olyan szülő... De nem csak ez szülő... meredek egyébként. Biztos van olyan szülő, aki erre befizeti a gyerekét, és ha már ugye itt járunk, nem csak ez meredek egyébként, hanem hogy
gyakorlatilag megértük azt, hogy Indiában egy pár úgy nevezte el a gyermekét, hogy Google. Ott van. Ott a kis Google. Ott a kis Google. Kicsi Google, hát gyere! Kicsi Google, keresd már meg, légy szíves, a pizsama nadrágomat, légy szíves. Kicsi Google. Szerinted mennyit fogják ezzel szerencsétlent, mondjuk X év múlva? És mi lesz az múlva? Első szava? Google. Google. Igen. Igen. Ja. Hát, méghozzá egy indiai pár, méghozzá Ella Karina és Andi Kaya Saputra. Ők a kedves szülők. Az Andi a férfi. Igen, az Andi, vagy az hát Andy. Vagy nem tudom. Igen, ő a férfi tagja ennek a párnak. Ők a kedves szülők. Ők úgy döntöttek, hogy Google-nek nevezik el a gyereket, mert hát ugye mondván, hogy manapság már városokról és híres karakterekről is neveznek el embereket. Kovács Britney Spears, hallottunk már ilyet. Vagy Lakatos Ronaldinho. Igen. Miért ne lehetne egy multinacionális vállalatról is? Ez az édesapa ötlete volt egyébként. Eredetileg az anyuka az kimondottan ellenezte ezt az elején. Az első pár hónapban csak Baby Boynak hívták a kicsit. Hát azt amúgy is szokták, gondolom. Ám de lassan hozzászokott a Google-höz, most pedig már kifejezetten tetszik neki, és meg is szerette azt. És azt és mondta... És játszik, akkor ő a Google Play, nem? Tehát, azt hogy... mondta, igen, Google Play, így van. Igen. Hogy azt mondja, hogy Google, tehát, hogy játsz valamit, Google Play. Vagy, tehát, hogy tényleg egyébként ezen mennyit lehet poénkodni, hogy keres már meg valami, tudom, én nem találom, keres már meg. Google. Te úgyis olyan jó vagy ebben. Jaj, nem? Mit fogják szivatni ezt a szegény gyereket, igen. Hát figyelj, szívük joga, sajnos ez egy olyan dolog, amiben a gyerek nem szólhat bele, illetve hát majd ha felnőtt lesz, akkor beleszólhat, megváltoztathat végül is, tehát igazából nem tetszik. Manapság ilyet lehet csinálni, mert nem tudom, Indiában is lehet-e, mert ugye azért az megint egy másik kultúra, hogy úgy mondjam. De érdekes. De természetesen gondolom én az is benne volt a pakliban, hogy általában ilyenkor kaptak is a Google-től ajándékot természetesen, ugye, cserébe, hogy Google-nek nevezték el a gyereket. Nekem az jut eszembe, amikor pár évvel ezelőtt, azt hiszem Ukrajnában volt talán egy olyan felhívás, szó szerint keringőre, hogyha átnevezed magadat, tehát hogy elmész az anyakönyv hivatalba és átnevezted magadat iPhone-ra, akkor kapsz egy iPhone-t. És volt olyan idióta, aki azért átneveztette magát iPhone-ra, de hogy ez kinek jó? Legyen. Nem, hát neki gondolom, mert hát, ha őt iPhone-nak hívják, akkor jár. De ez annak, aki... Nem tudom, hogy alanyi jogon-e, tehát... Nem, hogy, tehát nem értem a kérdést. Nem pontosan emlékszem a hírre, de az emberek hülyék, jó, már de bocsánat. Tehát, hogy oké, kapsz egy iPhone-t, ha átnevezteted magad iPhone-ra. Uh-huh. Kitől kapod az iPhone-t? Hát azt se tudom kitől. Jó, de az neki miért jó, hogy ő iPhone-okat osztogat azért, hogyha valaki iPhone-rának nevezi át magát? Nem tudom. Fogalmam. Kis sem. iPhone. De jól hangzik, tényleg. Ja. Igen. Igen. Szóval, István írja egyébként, visszatérve erre a TikTok táborra, hogy tűzoltó leszel, katona vadakat terülő juhász. Igen, tehát idéztük mi is József Attilát nem olyan régen, tehát mi pont ugyanezt hoztuk, hogy ugye annak idején még ez volt, most meg már nem feltétlenül tűzoltók és katonák szeretnének lenni a gyermekek. Igen, aztán mi ez itt? Magyarországon senki nem csinál ilyet, és azért nézik műfajteremtő. Egy este megkeres 200 ezret is a dúnétekkel. Itt hát erről az élőadásban való alkoholizálás és a többi. Te azért szerintem erős az a 200 ezer, de tény, hogy jól kereshet vele. Szerintem, ha egy hónapban ennyit keres, már akkor is jól jár, mert ha ez a munkája, úgymond idézőjelbe téve, akkor azt gondolom, hogy na mindegy, de valószínűleg ennél még lehet, hogy többet is. És a dúnét, tehát ugye, ami ha valaki nem tudná, hogy adományt jelent, az ilyen közösségi, meg pont az ilyen influencereket, pont azért, ha értéket gyártanak, és te úgy gondolod, hogy neked az érték, akkor adományozhatsz kisebb pénzeket, ugye már, vagy akár nagyobbat is, és azokból az adományokból ő további tartalmakat tud gyártani. Ez tök jó, ki van találva, nincs ezzel gond, de most ha látom olyan valaki azért adományoz ennek a szerencsétlennek, hogy még többet igyon. Tehát, hogy hova vezet ez? Most hát majd a végén nem marad agysejtje.
Hát aztán... már szerintem most sincs agysejtje, nem erről van szó. De én, látod, én ezért nem tudok igazából ezzel kapcsolatban, és azért és nem az, hogy ne is beszéljünk rá, mert tényleg felhúzom csak az agyamat. Tehát, hogy azért ez egy olyan dolog, hogy szerintem ebben felelőssége van azoknak is, akik dúnét elnek. De most halál komolyan. Mert ha kutya nem néz, igen, ha kutya nem nézni, és a kutya nem fizetne neki egy fillért se, lehet, hogy rájönne, hogy ez értelmetlen dolog, és lehet, hogy valami hasznos dolgot csinálna. Így meg mit csinál? Iszik, mint a gödény, butul, mint a gödény, hízik, mint a gödény, és vagy most tök mindegy, és egy idő után, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ez nem egészséges dolog amúgy sem, sem pszichológiailag, sem sehogyan nem egészséges, és ezen szórakozik egy ország. Hát nem tudom, én ezzel nem tudok szórakozni, de biztos én vagyok a piros pólós, tehát hogy... Hát nem, hát nézd, ez ízlések és pofonok, tehát most én nyilván mi jogon mondod. Ízlés kérdése, de most mi jogon mondod meg azt, hogy az embernek mi tetszhet és mi nem? Én nem mondom meg, hogy mi tetszett, nem erről érted? Van szó. Érted, tehát nem erről van szó, nem ezt akarjuk mi megmondani, meg a Andy sem erre gondol nem, feltétlenül, tehát, csak... Mindenki azt sem, amit akar, nem ez a lényeg. De nem egyforma az értékrendünk, na. Hát oké, rendben. Az embereknek nem egyforma az értékrendje. Tehát van, akinél ez belefér, van, akinél kevésbé. Ez a baj, értékrend. Na jó, mindegy, menjünk inkább tovább. Igen. Aztán, aki White Angel írja nekünk, és a szerencsétlen mit fog szólni a szüleihez, amikor tudtára ébred, és megkérdezi a szüleit, hogy mi járt a fejetekben, amikor ezt kitaláltátok, gondolom a Google-is kisfiúra vonatkozik. Hát figyelj, még az is lehet, hogy tetszeni fog, tehát hogy azért valljuk be, egyedi név. Az biztos. Már úgy egyedi, hogy hát azért nem sok embert hívnak Google-nek, sőt állítólag ugye ő az első most, akit így hívnak, ami persze nem jelenti azt, hogy nem lesz több, lehet, hogy lesz később több. Tehát, hogy majd amikor lehet, hogy ez pozitív fog lecsengeni. Van, tehát, hogy van, akinek különleges neve van, az kétféleképpen sülhet el. Vagy, most nem feltétlenül a neve miatt szeretünk egyébként se valakit, de hogy úgy az, most a saját nevemből kiindul, és nekem is egy viszonylag ritka nevem van, és ez kétélű egyébként, hogy jön le. Van, akinek tetszik, van, aki pedig, most nem az, hogy poént csinál, de poént csinál belőle. Tehát, hogy valószínűleg itt is ez a helyzet. Hogy majd most van, akinek ez tök természetes lesz, és tök menő, hogy így hívják, hogy Google, van, aki meg kiröhögi majd azért. Hát ez ilyenek vagyunk emberek. Ízlések és pofonok, mint meg ahogy kiröhögi az értékítélete. Ki ez pontosan. Hát, de egyébként, ha valakit a nevért kiröhögnek, az megint csak egy olyan dolog, hogy szerencsétlen hogy, gyerek nem tehet róla, hogy de nem is az, hogy tehet róla, vagy nem tehet róla, de most... Cserepes virágnak hívják, most csak mondtam egy példát nyilván, igen. Ez biztos, hogy van olyan, akit így hívnak egyébként. Lehet, és mi a baj ezzel? Semmi. A virág egy szép a virágon ilyen. Semmi. Hát semmi. Tényleg? Na, én is ezt mondom. Úgyhogy, na, ezzel lépjünk is tovább. Aztán... csináltak erről az influencerről egy videót, már hogy róla csináltak egy videót, és pont a live-ban keresett meg 170 ezret, mert két pénzes azon versengett egymással, hogy ki tud többet dúnétálni neki. Csak gratulálni tudunk a két pénzesnek. Jó, szerintem engedjük el ezt a... Érkezett kérdés. Na. Mindjárt mondom, az előbb kikerestem. Na, szép. Két dolgot akartam felhozni. Fú, na megvan Mihály kérdése. Abban szeretné a segítségünket kérni, hogy maga a streaming szolgáltatás, mint például az előbb említett Netflix, vagy bármi, akár az új szerzői jogi törvény, kitér-e arra, hogy milyen tartalmakat fogyasztasz? Várja a válaszunkat. Üdv, hogy Mihály. Mi? Még egyszer? Nem teljesen értem. Streaming szolgáltatás, mint például Netflix, bármi, akár az a új szerzőjogi törvény kitér arra, hogy milyen tartalmat fogyasztasz. Várom választatok. Tehát most az lenne a kérdés, hogy az új szerzőjogi törvényben meg van-e határozva az, hogy milyen... jellegű tartalmakat fogyaszthatok én az interneten, mert az nincsen itt ez a tartalom előállítók számára a irányelv tudtommal.
De venni. Szerintem még csak ott van. Megvan, igen, közben látom, csak annyi, hál' Istennek sok hozzászólás van, és kicsit elkavarodunk benne. Nem értem én se igazából a kérdést, most így másodszor elmondva sem, meg én is most így elolvasva. Szerintem nincs meghatározva, milyen tartalmat fogyaszthat. Az semmiképp nincs meghatározva. Olyan tartalmat fogyasztasz, amilyet akarsz. Igen, ez a tartalom előállítók számára irányelv, hogy nem használhatnak fel bizonyos forrásból más által előállított egyébként szellemi termékeket. Így van. Igen. Tehát mint tartalom előállító, az lehetsz akár te is, hogyha te csinálsz egy videót mondjuk, akkor onnantól kezdve te tartalom előállító vagy, és abban a videóban te védelem alá eső zeneművet, képi anyagot nem használhatsz föl csak úgy. Ez eddig is így volt egyébként, csak ugye ez az irányelv, ezt most ezt úgymond szigorítja. Tehát például a tartalom, nem a tartalomgyártók, az üzemeltetők, tehát az ilyen videó streaming üzemeltetőknek ez már felelőssége, hogy engede olyan tartalmat föltölteni. Tehát meg kell szűrni ezeket a tartalmakat. Pont ebből van a probléma egyébként, hogy ez szinte lehetetlen. Mondjuk egy YouTube esetében is, a YouTube is ugye ezzel nagyon sokat szenved, és a kisebb szolgáltatókról meg ne is beszéljünk, hogy hogy tudná ő valós időben eldönteni azt, hogy abban a vadott videóban, amit éppen feltöltenek, vagy nagy isten élő videó esetén, van-e, van-e olyan tartalom, ami... Van-e szerzői igen. jogi védelem alá eső tartalom. És ha van, akkor azzal mit kezdjen? Tehát, hogy automatikusan tiltsa le, mert és mi van, ha neki megvan a joga hozzá, hogy azt használja, mert kért rá engedélyt. Igen, például. Mert ilyen is van, a mi esetünkben is volt ilyen, ugye a televízióban mi kaptunk engedélyt, mit tudom én, egy zeneszámnak, vagy egy videóklipnek a sugárzására, na de azt a YouTube-nak honnan kéne tudni, ugyebár. És ha mi azt az anyagot feltöltjük, akkor azt esetleg letilthatják. Persze ezt később föl lehet lebbezni, meg stb., és akkor ezt rendbe lehet pakolni. Csak ugye mondjuk egy élő videó esetén ezt nem feltétlenül biztos, hogy meg tudod oldani, mert az élő videót az ott helyben tiltják le. Hát igen, és akkor viszont buktad az összes nézőt. Ezért mondom, még ez a YouTube-nál sem működik rendesen, nem hogy kisebb, vagy esetleg más tartalom szó, vagy üzemeltetőknél, ilyen videószájt üzemeltetőknél, hát ők hogy fogják ezt megoldani. Tehát ezért mondtam, hogy ez szerintem nagyon tök jó, hogy kitalálták, egyébként nem tök jó. Abból a szempontból jó, hogy igen, sokan visszaélnek ezzel, és igen, nagyon sok valamilyen, szerző én is ezzel egyetértek, hogy valamilyen, igen, valamilyen szabályozásra szükség van, de nem feltétlenül az lenne szerintem a legjobb megoldás, hogy mindent megtiltunk, és semmit nem látok, lehet. Hogy mostanában ez a megoldás, hogy mindig mindent tiltunk. Tehát egy idő után tényleg oda fog eljutni ez a történet. Látod, egyszerűen megoldották Kínában, meg oroszoknál is ebbe az irányba mennek, meg nagyon sok helyen, hogy csinálnak egy saját internetet, szűrve, stb. Mert ez a legegyszerűbb nekik. Nem mint ez lenne a legegyszerűbb, de ezt, tudja, ezt így meg tudják oldani, hogy bizony ott nem tudnak ilyesmivel visszaélni, vagy legalábbis max országon belül ott, meg ezt egyszerűbb kicsit akkor helybe megoldani, szankcionálni. És az az igazság, hogy ahogy globálisan nézzük, hogy Európában is egyre több az ilyen jellegű tiltásszabályozás, Amerikában is egyre több az ilyen tiltásszabály, ez idő után ugyanoda fogunk kiukadni az oroszok, mert a kínaiak tartanak. Mindenkinek lesz egy saját, mindenkinek az EU-nak lesz egy saját internete, meg az Amerikának lesz egy saját internete, és akkor ezek így egymás között majd nem kommunikálnak? Kommunikálnak, csak bizonyos szűréssel. Hát szűréssel. Tehát, hogyha mondjuk nekem él egy ismerősöm Amerikában, akkor én azzal nem fogok tudni beszélgetni? Nem így, tehát nem maga az, hogy nem tudod elérni, beszélgetni tudsz vele. Bizonyos szolgáltatásokat nem fogsz tudni innen-onnan igénybe venni, ami egyébként most is van már. De Amerikában is van nagyon sok olyan tartalomszolgáltatás. Lásd, a Netflix volt egy ideig, most ugyan ők már országos, tehát kiterjesztették világ globális szintre a szolgáltatásokat, de egy jó ideig azt például csak az Egyesült Államokban lehetett használni, meg mit esetleg még az Egyesült Királyságban és így tovább, aztán egyre több országban, most meg már nálunk is. De még mindig vannak olyanok, sőt, hát Magyarországon is van ilyen, ha megnézzük a televízió csatornáknak a saját weboldalukat, vagy a saját tartalmaikat. Hát ugye az is úgy van, hogy azok a tartalmak Magyarországról elérhetőek, de külföldről nem feltétlenül. Vagy legalábbis nem minden.
És akkor jönnek a trükközések, ugye az ilyen VPN, meg izé, hogy akkor majd akkor oda csatlakozol, és akkor olyan, mintha ott lennél, és akkor már működik. Tehát mindent lehet trükközni, ugye az oroszoknál is így csinálták, ugye csomó minden tilt van, és akkor ilyen VPN-ekkel oldották meg azt, hogy mégis bizonyos tartalmakat tudjanak nézni, a kínaiak is ugyanezt csinálják, aztán most már ugye ezeket is szankcionálják, tehát megtiltották a szolgáltatóknak, hogy VPN-t engedélyezzenek egyáltalán. Nem tudom, mi az irány, megint ugyanarról beszélünk egyébként, ami nagyon sokszor előjött már itt ebben a műsorban, hogy persze szabályozni kéne, de ha szabályozzák, akkor pont a lényegét vessen az igen, internet. Tehát, hogy a szabályozás az alapvetően nem feltétlenül rossz, sőt, szükség is van szabályokra, nagyon sok szempontból és nagyon sok tekintetben, de ez a teljes tiltás, ez gyakorlatilag ez az, amivel én nem feltétlenül értek egyet. Dettó. Sok esetben. Úgyhogy ennyi. László kérdése. Sziasztok! Egy telefonhoz lehet-e több eszközt csatlakoztatni Bluetooth-os kapcsolattal, például okosóra, autó, teló, kihangosítója, stb. Hát lehet. Hát a Bluetooth szabvány kérdése. Igen, tehát azt hiszem, hogy az 5-ös szabványtól fölfelé nem, egyszerre hát már, több eszközt is tud kezelni? Nem, hát ez már 4-es is tudta, hogy több eszközt, csak attól is függ, hogy ezért mondom, milyen Bluetooth, mert most pontosan nem tudom, de még egyébként tehát, eszköz, tehát hogy ez telefontól is, meg Bluetooth adaptertől is függ. Én úgy tudom, hogy ez, mint egy Bluetooth 4-essel már ott már 3 eszközt azt hiszem egyszerre elkezel. De ugye ez sávszélesség kérdése is, mert ugye ha mondjuk zenét nyomsz ki Bluetooth-on, akkor az megeszi az egész sávszélességet, tehát lehet, hogy más szolgáltatások akadozni fognak rajta, tehát összevesznek egymással. Az 5-ös szabvány nem, azt hiszem 5 eszközt is lehet egyszerre használni. És valóban indokolt, hát kell is, hát tényleg ez igen, mert ha például nekem van egy okos órám, és beülök a kocsiba, ahol egyébként, mint ahogy említetted is, használom a kihangosítót, akkor kell is egyszer, hogy már kapásból egyszerre 2 eszközt kezeljen. Pontosan. Úgyhogy ja. Igen, tehát lehet tud, igen, tud, de... Más kérdés, hogy hogy oldja meg? Tehát például mi van akkor, hogyha a Bluetooth fülhallgatódhoz is hozzá van csatlakozva a telefonod, meg mondjuk az autós Bluetooth, a kocsidnak a fedélzeti kompjúteréhez, vagy fejegységhez is hozzánk. Akkor hova hangosítja ki? Ugye? Na ez egy jó kérdés, például ezt még nem próbáltam. Igen, is van Bluetooth igen. Sem, hogy igen. Most akkor hova megy a kihangosítás? Annak idején, amikor én használtam, helyre, igen, amikor annak helyre? Idején én használtam okos órát, akkor ugye, és mondjuk vezetés közben csörgött a telefonom, akkor az órán szólt. Igen. Na de akkor még nem ez az autón volt, ami mostabban, ugye nem volt még Bluetooth-os kihangosító, igen. Szemben a mostaniban már van, és kíváncsi lennék rá, hogy ilyenkor mi történik. És hogy... akkor még harmadiknak a fülesedet is közd be, és ne. Még mi az, hogy nem? Hát most nem azt minek? Hát te vetted, hogy ez milyen menő. Hát mert tök jó is egyébként nagyon sok esetben, de nem vezetés közben az autóban ülve. A füles? Hát igen. Arra van kitalálva. Nem? Hát de nekem ott a kihangosító. Jó, hát igen, azért mondtam, hogy... Hát bedugom a fülemet, nem hallom a forgalomzaját, ha jön egy mentő, jogos. Stb. A fülembe jogos, szól a zene, szóval... A lényeg, hogy figyeljük, igen. Tehát, igen, tehát nem feltétlenül tartom ezt, soha nem is szerettem ezeket az ilyen fülberakhatós headseteket, ami kifejezetten ugye erre volt kitalálva régebben, sőt, még most is nagyon sok embernél látszik ez a pici ilyen fülberakhatós headset. Én ezeket soha nem szerettem, mert engem kifejezetten zavart az, hogy vezetés közben nekem valami van a fülembe, pláne, hogyha mondjuk én most bedugnám az AirPods-ot és azon zenét hallgatnék menet közben, akkor biztos, hogy nem hallanám azt, hogy mi történik körülöttem. Nem és mint, azért, ha egyébként, hogyha az autóban hallgatott hangosan a zenét, akkor hallom. Nem tehát szoktam az, annyira hangosan a zenét hallgatni. Kétségtelen, én például alapból nem szeretem a fülhallgatót, tehát én nem szeretek fülesbe zenét hallgatni. Tehát, hogy néha kénytelen vagyok használni, amikor mit tudom én Open Office-ba vagyok valahol valami cégnél, és valamit hallgatnom kell a gépemen, vagy nem tudom, akkor beszoktam dugni a fülest, de egyébként utálom. Tehát, hogy ne zavarjak ugye másokat, csak azért. Aztán biciklit, buszt is, igen, ez volt, kicsit össze-vissza jönnek a kérdések. Gyere a végére, és akkor ott vannak. Jó, ott mert látom, vannak itt már mindenféle kérdés van, megint olyan is, ami ez. Ez arra is Norman mindig megkérdezi, valami az élet nagy dolgaiból így bedob egyet, és megkérdezi, hogy mi a véleményünk, arra is, de most erre mit mondjak? Fogunk állást foglalni. Dick!
Dick, ez a véleményem róla. Kérj, hát Dick. Írj, nem tudom, e-mailt, és akkor azt szívesen válaszolok, hogyha érdekel, de ez nem feltétlenül ide tartozik most. Magyarországon majd az lesz a szenzáció, amikor megszületik az első ötös metró névre hallgató gyerek. Hát... József írja, hogy élmény nézni a műsort. Kerti Virág nevű ismerőse van Ádámnak. Régóta követi, és nagyon hasznosnak találja, így tovább még hosszú éveken át. Köszönjük. Igen. Bluetooth-on csak egy eszközt tudsz egy időben csatlakoztatni, ezt írja Jenő. Ami egyébként ebben a formában nem igaz. Tehát attól függ, milyen eszköz. Tehát maga a fülhallgató, igen, az csak egy eszközhöz tud hozzá kapcsolódni. De a fülhallgató maga. Na de a telefon... Az ott a hub. Az, igen, azt több dologhoz is hozzá tud egyszerre kapcsolódni. Tehát, a főhadiszállás. Hozzá tud, tehát hogy ez nem igaz. Ő majd szépen elosztja. Tehát igen, a fülhallgató logikus is, hogy csak egy eszköz. Ez olyan, mint a mikrofon, ugye? Tehát ezt egy csomó olyan például volt olyan kollega, aki nem értette meg. Hogy ugye hogy működik a mikroport, amit ugye mi is használunk. Ez a mikroport, ugye? Hát az a, igen, ez az a zsebadó, igen. Az az adó. Na. Igen, ez igen. És akkor ő azt gondolta, hogy majd egy vevővel, amikor egy külső közvetítés, hogy elég egy vevő, és akkor sok ilyen adó, adjon ugyanazon a frekvencián, és akkor az egy vevő az majd mindegyiket akkor tudja venni. Az nem jó. Hát nem. Hát persze, hogy nem. Az nem jó. Tehát, hogy egy adó és sok vevő az oké, mert akkor egy adó, vagy egy adó ad, és sok kimenete lesz. Sőt. Tehát sok helyen lehet venni. Igen. Na de olyan, hogy több adó van, és egy vevő, olyan nincsen. Sőt, legalábbis... Hát olyan van, hogy külön-külön vevők kellenek minden frekvenciára, ahány mikroport hát, van. Persze. Olyat lehet csinálni, hogy az antennát azt... közösre állítom, tehát hogyha mondjuk jó, nagy távolságot antenna, kell más, áthidalni, igen. Akkor oda teszek egy nagy antennát, és az összes vevőnek az veszi a jelét, gyakorlatilag ilyet lehet csinálni. Hát az antenna az egy más kérdés. De igen. Maga a vevő egység, tehát van egy adóegység, ahhoz tartozik egy vevő egység, és egyébként hát az sem mindegy, hát amikor... és mindegyikben van egy adott frekvenciára hangolva, és az sem mindegy, hogy ugye milyen frekvencia, meg ezek a frekvenciák, hát milyen messze vannak idézőjelben egymástól. Mondok akkor egy életszerű példát, hogy a nézők még inkább értsék, a wifi. Tehát ha ugyanazon a csatornának két wifi, akkor azok lassítani az ugyanaz, fogják, igen. Zavarni fogják egymást. Hát két eszköz nem adhat ugyanazon a frekvencián, vagy a mit tudom, rádió, csak... vannak ezek az ilyen FM transmitteres szarok. Hogyha ráhangolod valami meglévő rádióállomásra, akkor az zajos lesz, meg zavarni fogja. Tehát két adó nem szólhat ugyanazon a frekvencián, két vevő veheti ugyanazt a frekvenciát, mert akkor önnála is szól, meg a másiknál is szól, de adó nem adhatsz ugyanazon a frekvencián. Hát most érted, nem adhat ugyanazon a frekvencián a Schlager rádió, meg a Retro rádió, mert akkor zavarnák egymást. Tehát, hogy... És mondom, volt olyan kollega, nem fogom nevesíteni, aki így akarta megoldani, hogy egy vevővel fogja két mikrofon hangját majd venni. Tök jó. Ügyes vagy. Tök jó. Ügyes. Jó. Balázs kérdezi tőlünk, írja, először is a műsor még mindig jó, reméli, hogy soha nem fog megszűnni, mert gépekkel mindig is lesznek gondok, meg persze a gazdáival is. Hát ezzel mélységesen egyet tudok érteni. Többször van a gazdákkal, tehát többször van a userrel. Mert van egy veterán gépe, amely roskadozik, Core 2 Duo, tehát ő megengedi, hogy roskadozzon, de nagy meleg előtt meghúztuk a proci órajelét egy kicsit, a hűtést viszont nem fejlesztette, eddig ment, csak mostanában kifagy 5-10 perc alatt. Segíthet-e az újra pasztázás? Hát nézd, rövid távon attól függ, hogy ha még a gyári paszta van rajta és Core 2 Duo, akkor igen, tehát az egészen biztos, hogy valamennyit segíteni fog rövid távon, de hosszú távon én, hogyha még mindig szeretnéd használni ezt a procit, ugye ne alapvetően ez azért... Az óra jelé, tehát a Core 2-ket amúgy sem nagyon lehet. Nézd, ez egy olyan dolog, hogy most Core 2 régi, nyilván egy próbát esetleg megérhet, hogy megpróbálni, hogy mit lehet belőle kihozni, viszont nem úgy értem, csak itt azt írta, hogy húzta, hogy a meleg igen. Előtt meghúztuk a proci órajelét. Hát ne. A korkettők, mondom, a korkettők amúgy se szerették annak idején, hogyha húzzák őket, mert ugye itt az első két magos
megoldás, és ezek még amúgy is nagyon melegedtek, tehát hogyha te ezt még megtuningolod, az nagyon durva. Nemhogy újra pasztázni, arra a nagyobb hűtő kell, meg igen, minden. Tehát ezt, igen, ezt akartam mondani, hogy rövid távon lehet, hogy nem ér annyit. Valamilyen szinten picit tud segíteni azt, hogyha újra pasztázod. De most mi az a pár megahertz, vagy az a pár, mit én, 200-300 megahertzet lehet normálisan húzni rajta. Többet nem, mert az már azért necces. Igen, viszont hogyha igen, tehát figyelni kell a feszültségre is, meg a hűtés az, ami nagyon fontos, tehát hogyha hosszú távon ezt így szeretnéd használni, és mondjuk nem akarod visszaállítani a gyári beállításokat, ami ahogy egyébként Laci megoldaná javasolja, ezt a... Én ezt javaslom. Igen, ami egyébként megoldaná ezt a kifagyás problémát, akkor viszont mindenképpen nagyobb hűtő beszerzését és beszerelését tudom neked javasolni. És ráadásul egy jó nagy bika hűtő beszerelését. Én nem. Már csak azért, mert nem ér annyit az egész. Vissza. Tehát egy Core 2-höz, ha veszel egy normális hűtőt, abból vehetsz egy jobb processzor. Hát jó, igen. Vehetsz belőle már egy i3-as, vagy egy mit tudom én. Érted? Tehát nem hiszem, hogy ezzel kéne szorakodni. Oké, de hogyha ő ezt szeretné használni, és így szeretné, és nem akarja visszaállítani, ami egyébként, mondom még egyszer, megoldaná ezt a problémát, akkor mindenképpen, akkor nem elég az újrapasztázás. Hát az újrapasztázás, ez volt a kérdés. Az tényleg, az halottnak a csók körülbelül ebben az esetben. Jól van, hát el kell, hogy búcsúzzunk lassan. Na szép. Még a Twitch-re ránézek, hogy ott van-e valami hozzászórás. A Wi-Fi Broadcast szór mindenkinek, meg a Stream Rádió, ezt Tutifix írja. Igen, nem is erről beszéltünk, hogy a Wi-Fi Broadcast szór, hanem arról, az az IP része, meg úgy egyáltalán. Tehát, hogy egyébként meg ez se igaz, hogy Broadcast szór, bár igen, mert ugye a Wi-Fi azért, azt ne felejtsük el, az nem csak szór, az egy adóvevő, tehát, hogy annak venni is kell. Hát nem csak letöltesz, hanem fel is. Meg, tehát, hogy érted? Tehát, ha más nem, meg kell mondanod, hogy mit akarsz letölteni. Tehát ez egy kétoldalú kommunikáció, nem egy irányú, úgyhogy azért ez fontos. Viszont, hogyha azon a frekvencián többen ugyanúgy adnak, akkor ugye a sávszélesség, vagy a frekvencia tartomány az adott, tehát hogyha azon belül kell gazdálkodni, és ha azon három router is ugyanazt a csatornát használja, akkor ott egymással kell, hogy osztozzonak, és ugyan zavarni nem fogja, mert ez digitális, de mindenképpen a sávszélesség adott routernél csökkenni fog. Wi-Fi-n természetesen, igen. Igen, a stream az meg más kérdés, mert a stream abból is többféle van, a stream is pont-pont. Jó esetben, vagyis általában az internetes streamek pont-pont. Van egy szerver, és mindenki hozzá kapcsolódik. De az a szerver, az minden egyes klienssel pont-pont kapcsolatban van, ergo mindenki ugyanúgy zabálja a sávszélességet. Ha multicastban működne a történet, tehát hálózaton belül, akkor nem, mert az elküldi a hálózatra szétbroadcastolja, és aki kapja marja alapon, az csak egy darab streamingi sávszélességet venne el. De általában nem hálózaton belül streamelünk, hanem ugye pont, hogy mit tudom, a világ másik végére, azt nem tudod megoldani multicastba, tehát hogy kénytelen vagy pont-pont kapcsolatba, unicastba, bocsánat, az a párja a multicastnak, az unicast, unicast, és az viszont pont-pont kapcsolat. Ha már kritizáltad az angol kiejtésem, akkor nem mondjuk már yes. Unicast. Jó, csak így egyszerűbb, az olyan magyarosabb, unicast. Na! Köszönjük szépen a figyelmet, eddig jutottunk mára. Így van. Két témánk volt? Ja, három, megint? Három-négy témánk volt. De ezt jó, mondtam, de. Egyébként pont beszéltük a Wendyvel, hogy tök jó, hogy összeszedünk minden héten, amikor így ketten vagyunk, összeszedünk 8-10-12 témát, sokszor még többet is. De hogy így mindig elbeszéljük az időt. Meg ami érdekes, hát azért volt mindig itt még pár, ugye, volt még Elon néhány. Musk-ról is lehetett volna igen. Beszélni, ugye, hogy megcsinált az AI agyat gyakorlatilag. Majd jövő héten. Ami azért eléggé rendben van, illetve megint csak elkészült, minden évben elkészül az OpenSignal-nak a világra szóló kimutatása, hogy hol a legjobb a mobilnet, és megint az élvonalban vagyunk Magyarországon. Magyarországon tehát, jó a mobilnet, de ezt már régóta tudjuk, tehát ez nem feltétlenül újdonság, mert már egy jó ideje ez terítéken van, hogy itthon azért tényleg jó a mobilnet. Gondolj arra, hogy amikor például néhány évvel ezelőtt kimentünk Horvátországba,
akkor ott milyen áldatlan állapotok voltak? Hát vannak, lefedettség vannak, és sávszélesség szempontjából. Bár azért az ne felejtsd, hogy roamingolva is kicsit más a történet, mint hogyha a honos hálózaton vagy, meg azért én nekem erről azért lenne véleményem a jó mobilnetről, tehát hogy melyik szolgáltatónak a legjobb a mobilnete, és melyiknek kevésbé jó állítólag az általános nézetek szerint, és mégis az egyik legalább lehet, hogy gyors, vagy az egyik az legalább lehet, hogy lassú, de működik, a másik meg lehet, hogy gyors, de hetente 8 szó hagy ki. Tehát, hogy mindenki eldönti, melyik a jobb. De meg még egy, ami fontos, illetve kettő, hogyha a GPS-etek nem volt pontos az elmúlt időben, az is ugye amiatt volt, hogy egy hétig gyakorlatilag állt a Galileo, ami ugye az európai navigációs műhold, DAC gyakorlatilag rendszere, és ezért ugye a régi hagyományos GPS-ekhez, GPS műholdakhoz kapcsolódtak nagyon sokan, ami meg már nem annyira pontos, úgyhogy de állítólag helyreállt, úgyhogy most már újra pontos a GPS, és az Instán mostantól nem látszódnak a lájkok, ez is fontos. Mi az, hogy nem látszódik? Nem látszódik, hogy hányan lájkoltak. De azt látják, hogy igen, de hogy hányan, azt nem. Mások. Te igen, de más nem látja, hogy az adott képedet hányan lájkolták. Ezt ugye már beszéltük, hogy ezt meg fogják lépni, már meglépték. Köszönjük szépen, jövő héten is restart, a szokott időben én várlak benneteket pénteken, meg majd extrázunk. Úgyhogy akkor is várunk benneteket. Jó hétvégét, szevasztok! Sziasztok!